Én, Urauszki Tamás. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Egy igaz Isten. Egy igaz Isten. Hogy igazgatói tisztségemben. Hogy igazgatói tisztségemben. Az evangélikus egyház. Az evangélikus egyház. Törvényes rendjét. Törvényes rendjét. Elfogadom és megtartom. Elfogadom és megtartom. Hivatalába iktatják a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium új igazgatóját a tanévnyitó istentiszteleten. Az eseményen az Északi Egyházkerület püspöke elmondta, nem lesz könnyű az idei tanév, szükség lesz összefogásra ahhoz, hogy az intézményben élő több évszázados értékeket megőrizzék. Természetesen minden tanévkezdés öröm. 2022-ben azért az ember szívében van szorongás is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nehéz tanév lesz gazdaságilag, de annál fontosabb, hogy lelkileg és szellemileg összeszerettek legyünk, és Nyíregyházára mindig úgy jövök, hogy itt rend van a különböző szintű oktatási intézményekben, óvodától kezdve az általános iskolán keresztül a gimnáziumig, de most annyi változás van, és ez egy igen jelentős állomás, hogy Babis Gyöngyi eddigi igazgató több évtizedes szolgálat után elköszönt, nyugdíjba ment, és Moravszky Tamást fogom a mai istentisztelet keretében beiktatni. Ez mindenképpen megújulás, hiszen egy dinamikus, új, lendületes igazgató kezdi majd a szolgálatát, aki egészen biztos, hogy építeni fog arra a hagyományra, arra az örökségre, ami eddig is jellemző volt a Nyíregyházi Kossuth Gimnáziumra, de nyilván sok mindent újítani fog az ő lelkülete, az ő ismeretei és az ő szellemisége alapján. A tanévnyitó istentiszteleten augusztus utolsó napján valamennyi diák megjelent. Több mint 600-an kezdik ebben az intézményben a tanévet. Tulajdonképpen a Kossuth Lajos Gimnázium az elmúlt években egy elég erőteljes tendenciát mutat mindenféle tekintetben, a tanulmányi eredményeket tekintetében is, illetve az iskolának a létszáma is gyakorlatilag több mint 600 fő, és így elértük az iskola befogadó képességének a határát. Marad minden, inkább arra törekszünk, hogy ebben a nehéz helyzetben megtartsuk az iskolának, és öregbítsük az iskola hírnevét. Ez pedig már a tanév első napja. A kilencedikeseknek még névtáblára is szükség van ilyenkor. A diákok éppen az újonnan kapott könyveket nézik át az osztályfőnöki órán. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező intézménye. 1806-ban a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet alapította. A II. Világháború után az iskolát 44 évre államosították, majd 1992-ben került vissza újra a gimnázium a helyi evangélikus gyülekezet tulajdonába.